Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében az Úr legyen veletek. Dr. Veres András megyés püspök áldja meg a vadonatúj kis buszt, amely az egyházmegyei Caritas munkáját segíti. A járművet egy pályázatnak köszönhetően kapta meg a szervezet. Az egyházmegye minden évben egy jelentős összeget fordít Caritas tevékenységre, de ez nem volt most pillanatnyilag elegendő a felújítások és más jellegű munkák miatt arra, hogy esetleg egy ilyen gépkocsiban gondolkodjunk, amelyet most kaptunk a kormányzati pályázatból. Ez azt gondolom, hogy messze minőségibbé tudja tenni azt a szolgáltat, amit eddig is próbáltunk mozgássérült vagy valamilyen fogyatékkal élő embertársainknak, hiszen nagyon gyakran előfordul, hogy egy-egy orvosi kivizsgálásra nem tudnak elmenni, nincsen segítségük, vagy éppenséggel munkába, akinek esetleg munkája is adódik, nem tud elmenni. Sokféle ügyek intézésében, akár gyógyszerkiváltásban, akár bevásárlásban, ez nagy segítség számukra. 10 főmunkatárs és 14 megváltozott munkaképességű alkalmazott dolgozik nap mint nap azért, hogy segítsenek nehéz sorsú embereknek, családoknak, fogyatékossággal élőknek. Az elmúlt év adatait figyelembe véve közel 15 ezer emberrel kerültünk valamilyen formában kapcsolatba, tudtunk nekik hatható segítséget nyújtani, ez önmagában is nagy szám, ugye évről évre növekszik ez a szám, és ahogy ez a kihívás is ránk hárul, ez úgy szervezetünkre is feladatként megfogalmazódik bennünk, hogy hogy tudunk hathatósan jelen lenni, segíteni. Meg kell említenem, hogy önkéntes csoportjaink száma is gyarapodik, ami a mi munkánkat nagy mértékben segíti, a szolgálatunkat segíti. A segélyszervezet januártól kibővítette szolgálatait, erre nagy szükség volt, ugyanis naponta legalább 3-4 fogyatékossággal élő hívja a Caritast. 2023. január 1-én indult el a Győri Egyházmegyei Caritas Szent Erzsébet támogató szolgálat, amely ugye egy szociális alapszolgáltatás, ami a fogyatékossággal érintett személyek életminőségének javításában, illetőleg az önállóságuk megőrzésében játszik szerepet. Ez több szolgáltatási elemből tevődik össze. Ennek egyik része a személyi segítés, amikor a lakókörnyezetben, illetve a lakókörnyezeten kívül végeznek gondozási feladatokat a személyi segítőink. Illetőleg a másik része, jelentős része a szállítás, amely a jelenleg átadásra került gépjárművel történik. A Győri Egyházmegyei Caritas egy évtizede vesz részt az Együtt a Babákért elnevezésű program lebonyolításában. Idén a több száz pelenka összesen 39 családhoz jut el a megyében. Országos központ révén több programban vehetünk részt, és ez az egyike a programsorozatnak. Az Együtt a Babákért, a DM Magyarország és a Katolikus Caritas programjának lehetősége, hogy kisgyermeket nevelő családokat tudunk segíteni fél évre elegendő mennyiségű pelenkával. Idén 39 családnak tudunk ebben ilyen formában segíteni. Az eseményen bejelentették, a Győri Egyházmegyei Caritas elindítja a böjti időszakban élelmiszergyűjtő akcióját, hogy az adományokat a rászorulók időben, még húsvét előtt megkaphassák.